Dorado. A magyar munkaállam hű fiai és leányai eltéphetetlen láncban menetelnek a békéért. A hullámzó hatalmas tömeg élén édesapánk halad a párt veteránjaival, régi békeharcosokkal. A Margit-sziget bejáratánál Rákai Filip jelenti. Több mint 2 millió magyar dolgozó sorakozott fel ezen a verőfényes napon, hogy megvédje népi államunkat a nyugati imperialistáktól, Brüsszel mindenre kapható lakájaitól. A szigeten felépített alkalmi sportarénában minisztertanácsunk elnöke győzelmes választási harcra a baloldali ellenzék láncos kutyáinak végleges eltiprására szólít fel. A küzdelemben ott haladnak mellettünk Moszkva és Peking dolgozói is. A szürkület beköszönte előtt Apáti Bence, a Tudományos Akadémia leendő elnöke tart légoltalmi előadást arról, hogyan kell atomtámadás esetén vizes fehér lepedővel a vállunkon megindulni a legközelebbi Fidesz székház felé.